sajnos mindig újabb és újabb trükköket találnak ki, hogy a nyugdíjasokat megtévesszék. Az elmúlt hetekben több panaszos is jelezte a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület irodáján, úgy érzik, becsapták őket. Egy mágneses matrac áru bemutatóján vettek részt, majd trükkös módon iratták velük alá a vásárlásról szóló szerződést. Kihívják egyenként az ügyfeleket, kiviszik a folyosóra, rábeszélik a szerződésre, megírják a szerződést, és a szerződés másolatát nem adják át az ügyfélnek. Az egyesület gyakran tart előadásokat nyugdíjas kluboknak, és sokan járnak be hozzájuk a Csanádi térre tanácsért is. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően a legtöbben már tudják, 8 napon belül indoklás nélkül elállhatnak a vásárlástól. Az új trükk lényege azonban éppen ez, az általuk aláírt papír másolata nélkül, ugyanis ez nem olyan egyszerű. Kapnak ilyenkor személyre szóló meghívót, ha azt nem veszik el tőlük, vagy nem kérik el, azt őrizzék meg. Címet, elérhetőséget is tudják meg, mert van, amikor azért nem adnak szerződést, hogy azt mondják, hogy amikor szállítják a terméket, akkor hozzák ki a szerződést. Igen, ám, de ő közben már meggondolta magát, és szeretne elállni. Hát ebben az esetben tud hivatkozni egy levélbeni megkeresésre, hogy nem kapta meg a szerződést, és már nem hozzák ki a terméket, de mindenképpen kérje ki a szerződés másolatot. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is kiemelten kezeli az áru bemutatók ellenőrzését. Augusztus végéig 90 ellenőrzést végeztek az áru bemutatókon a fogyasztóvédelmi felügyelők, ebből 60 esetben találtak valamilyen jogsértést.